fővárosi játékosokon a mez és a szám szinte egybeolvad. Sajnos nem könnyíti meg sem a nézők, sem az újságírók munkáját az e fajta ténykedés. Nagy Imre kinn a jobb oldalon Megyeri kérni, nem ő kapja, hanem Bérci. A 16-os sarkánál Bérci még mindig körülnéz Józsa, ez igen. Történt mindez a 8. percben 0-0-nál az első félidőben. Dukon szabadrúgása következik a 10. percben. Nem is rossz. Bodnár kíséri, nézi. Jó fél méterrel megy el a kapufa mellett a labda, ahogy látják az ismétlésben. A túloldalon Megyeri. Keller hibázott, Megyeri még mindig. Ott egy lehetőség, és Józsa fogja Bérci lövését. Keller. Eddig két jó csel, a harmadik is jó, szép szóló. Még mindig jó, az 5. csel után is jó Keller, és aztán Tomalában fennakad. Szöglet a 17. percben 0-0-nál. A PMSC javára Lovász a golvonalon helyezkedik, zavarondó Józsát. És ez a lehetőség is kimarad bizony, megpattant a labda, Túri labdája az egyik ferencvárosi játékos lábán, így lett szöglet. A 25. percben az első félidőben Lovász, Túri. Nagy Imre kinn a jobb oldalon. Túri lövőhelyzetben. Többen is belépnek, Lutz helyzetben, és Józsába lövi a labdát. Nem volt les, egészen biztos, hogy nem volt les, maradt továbbra is a Fradi tér felén a labda, Lutz. És most már kint van. Lutz teljesen tisztán vehette át a labdát, kicsit ő is megijed a lehetőségtől, ezért lövi talán Józsába. Marad a 0-0. Pécsi szabadrugás a 34. perc elején 0-0-nál az első félidőben. Lovász, Túri vannak ott, Toma is jön előre, ő fejeli meg, és 1-0 arányban vezet a PMSC. Nagyon hatásosak ezek a beívelt szabadrugások, az összefoglaló eddig is ezt tanúsítja. Most is egyszerre több pécsi játékos indul meg a kapu felé a beadásnál. És Toma az, aki a legjobb ütemben érkezik. 1-0 arányban vezet a hazai együttes a 34. percben. Lendületes pécsi támadás ismét, Lovász. Megyerihez ki a jobb oldalra, jó megoldás. Ő azonban Kellerbe lövi, aztán Nagy Imre kapja. Lutz elé, leteszi Lutz Túrinak, és aki ellövi a labdát. Lovász a kezdőkörben. Vasil van ott mellette, Megyerihez teszi. Túri jöhet, itt van Lutz, aztán vissza Lovásznak, szép pécsi támadás megint. Lutz újabb lehetőség, ezt is kihagyja. 2 percenként jönnek már a PMSC helyzetek. Visszafelé cseles Zsinka, és ez a gondja. Megyeri. Ott van mellette Lovász. Csak kézzel érte már el Pintér. Meg is kapja a sárgalapot. Ez az első sárgalap a meccsen. 12. perc a második félidőben. Pécsi szabadrugás 1-0 arányú hazai vezetésnél. Pintér kezezése után Nagy Imre tette le a labdát. Egy lágy emelés, Lutz érkezik, visszateszi, és utána elrontja Bérci. Lovász hozhatja elő a labdát, Megyeri, a 30. percben vagyunk. Nagy Imre kapja kinn a jobb oldalon, belül Bérci és Lovász. Ott a túloldalon Luci, saj, de szép kapáslövés. Végre fölrázza egy kicsit a közönséget is. Nem sokszor hallottunk tapsot a második 45 percben. Sajnos, teszem hozzá. Lovász forgolódik, Nagy a jobb oldalon kapja, már helyezkednek fejeléshez a pécsiek, Józsa jön, Lutz, saját játékos talál el, Bérci, ott megy el Lutz előtt, amikor az lövi, ezért nem lett 2-0 a második félidő 34. percében.
Braun, pontosan Keller lábára, 2 perccel a vége elő, Zsivócki, és egy kicsit szorongat a Ferencváros, csak hogy Kellert is szorongatta hátulról Braun. Zsivócki a 16-os vonalánál, Zsivócki Bánki lövése, éppen hogy fölé, mellé. Hosszú idő után az első szép ferencvárosi akció. Nyílt színi taps a végén, holott maga a mérkőzés nem volt ilyen színvonalú.